kőzetek olyan ásványtársulások, amelyek nagy tömegben fordulnak elő, hegységeket alkothatnak. A bennük lévő ásványok kristályai sokszor szabad szemmel is láthatóak, amelyeknek színe, alakja fontos határozó bélyeg. A tálcán lévő kőzeteket vizsgáljuk meg szabad szemmel. Nézzük meg, milyen a kőzetek színe. A következőkben keressünk kristályokat a kőzetekben. Mikroszkópkamera segítségével készítsünk egy éles képet az egyik kristályokat is tartalmazó kőzetről. Bonclánzsa segítségével vizsgáljuk meg a kőzetek keménységét. A puhább kőzeteket akár kézzel is szétmorzsolhatjuk, míg a keményebbeket az acéllánzsa segítségével sem tudjuk apró részekre törni. A tálcán lévő anyagokra cseppentsünk pár csepp sósavat. A sósav a kalcium-karbonát tartalom kimutatására alkalmas. A méztartalmú kőzetekre sósavat cseppentve széndioxid buborékok képződnek, és a kőzet láthatóan, hallhatóan pezsegni kezd. A reakció hevessége arra utal, hogy mekkora a részarány képvisel a kőzetekben a méz. Gránit, mészkő, bauxit, bazalt, alginit, lösz, csillámpalat.